Kéthetes hagyományőrző tábort szervezett az Újpetrei Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület, melyre idén 45 főleg általános iskoláskorú fiatal érkezett. A táborban a táncoktatáson és közös zenélésen kívül kézműveskedéssel, akadályversennyel és egészségmegőrzésről szóló előadással is készültek. Én 8 éve zenélek, 6 éve szaxofonozok, és 2 zenekarban játszom itt az Újpetreiben, illetve a Villányiban. Itt ilyen polkákat játszunk főleg, meg ilyen vegyes dalokat, Villányban meg ilyen mai zenéket főleg, és itt a táborban is pár mai zenét fogunk majd eljátszani. Kiskorom óta nagyon szeretem a zenét, mindig is zenét hallgattam, és nagyon szeretek játszani, meg gyakorolni, és főleg zenekarban, és hát jelenlegi célom nincsen igazából, csak folytatni a zenélést. Apukám testvér az Németországban él, viszont anyukám testvére az obaázik, és ő nagyon sok helyen lép fel külföldön, és elég híres is. Játszok F-tubán, és én 3 éve kezdtem el játszani. És igazából nagyon szeretek játszani rajta, nem nehéz. Egy idő után meg lehet szokni, hogy állva kell vele zenélni. Igazából én sváb gyerek vagyok, mamám is, papám is sváb volt. Az Újpetrei Hagyományőrző Egyesület sváb hagyományokat örökít át, és próbálja ezt már az óvodában, iskolában elkezdeni. Az egyesület keretében az ifjúsági fúvós zenekaron kívül működik egy kézműveskör, valamint egy tánccsoport is. Ez a tábor, ez a 13. táborunk, és napközis tábor jelleggel, természetesen hagyományőrző jelleggel, megtanuljuk a faluban a svábságot, a nációkat, a régiókat, bemutatjuk a gyerekeknek, nagyon-nagyon sok ismerettel gazdagodnak, és a tábor végén szoktunk csinálni egy akadályversenyt, a polgármester úr szeretettel vár minket, és a gyerekek nagyon komoly kérdésekre is meg tudják adni a választ. Általában a gyerekek nagy része természetesen, ha újpetrei, ott azért valahol egy nagymama, egy nagypapa, de hát a kitelepítésnél azért nagyon nagy fontos dolog volt, hogy magyar házasságok kötődjenek, vagy vegyes házasságok, hogy ne telepítsék ki őket, ugye ezt már tudják a gyerekek fel elképesztően, de nem jönnek, sajnos nincs már az a hagyománya a nyelvnek például identitásban, vagy esetleg régi hagyományok, hogy szokták régen csinálni a svábok, vagy a magyarok, na ez megvan, de egyébként a gyerekek nem jönnek már ilyen közegből, sajnos, illetve nagyon kevesen. A táborra jellemző, hogy az első kezdeti táborban voltunk 30-an, többnyire csak újpetrei gyerekek, illetve ide az iskolába és az óvodába járnak Kiskassa, Devecser, Petert, Palkonyáról gyermekeink, és Pécs-Devecserről, és ezek a gyerekek sem hozzák már úgy ezt az identitást. De most megint ugye nagyon változtatnunk kellett a tábor időpontján a Covid miatt, és ez meghatározza, tehát most 45 gyermekünk van, de egyébként tavaly 70 volt, tavaly előtt 92. A német nemzetiségi tanítóként dolgozom itt az újpetrei iskolában. A származás nagyszüleim révén, anyukám révén én is sváb vagyok, és annak is vallom magam. Hát ennek az átadása az egy nagyon-nagyon kényes és nagyon nehéz dolog, tekintve, hogy a gyerekeknek a nagyon nagy része semmilyen formában nem hozza ezt otthonról, és semmilyen formában nem találkozik ezzel otthon. Ezért igyekszünk így az egyesületen belül olyan lehetőségeket kínálni, tánc, zene, szakkörök, amin keresztül ezeket a dolgokat megismerhetik. Nagyon büszkék vagyunk arra egyébként, hogy a tánccsoportunkban most ilyen nagyon sok fiatal
iskoláskorú gyerek táncol velünk, szerintem ez egy nagyon szuper dolog, és hát szeretnénk, hogyha ez még sokáig így is maradna. Az egyesület nem titkolt célja, hogy a közeljövőben falumúzeumot hozzon létre, és ehhez már gyűjtik a tárgyakat, ruhákat, használati eszközöket, sőt, a táborozók is készítettek olyan díszeket, rajzokat, babaruhákat, melyek a majdani tájházat ékesíti.